Kejfel Jancsi sportvetélkedő, új feldolgozó üzem Karcagon, elektromos roller a közlekedésben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 31-én 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Testnevelés Gyógytestnevelés Munkaközössége 21. alkalommal rendezte meg az óvoda nagycsoportos gyermekei, valamint a játékos kedvű szüleik számára a Kejfel Jancsi elnevezésű ügyességi vetélkedőt a városi sportcsarnokban. Stábunk a részletekről Gyulainé Nagy Zsuzsannát, a testnevelés, gyógytestnevelés munkaközösség vezetőjét, valamint Gulyás Ferencnét, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetőjét kérdezte. Gyulainé Nagy Zsuzsanna elmondta, hogy a délután folyamán változatos formában sportoltak a gyerekek. 9 pályán többféle ügyességi feladat várta az óvisokat és szüleiket egyaránt. A mai délutánon 9 pályán nagyon változatos formában sportolhatnak a gyerekek. Szeretnénk ezzel mind a szülőket, mind őket megmozgatni egy kicsit ezen a délutánon. A testnevelés, gyógytestnevelés munkaközösség tagjai minden évben összeülnek, és kiválasztjuk, hogy milyen feladatokat fogunk ezen a délutánon a gyerekek elé tárni, és nagyon változatosak ezek a feladatok. A mozgás formák minden változatát megtalálhatják itt a kedves szurkolók. A szülők azok természetesen aktívan be vannak vonva a feladatokba, nem minden feladatba, hiszen vannak olyanok, amik azért inkább gyerekeknek valók, de azért nagyon sok pályán ott vannak a szülők is. A 12 fős csapatok óvodájuknak megfelelő egyenpólóban versenyezhettek. Minden óvodának azért van már egy saját pólója, amit ilyenkor magára ölt és képviseli a saját közösségét. Nagyon sokat készülnek a gyerekek, és nagy izgalommal várják ezt a rendezvényt. 12 fős csapatok vesznek itt részt. Ez van, amikor 8 gyermek és 4 szülőt tartalmaz, ahol ugye a szülős feladatok vannak, de a gyerekek ott 12 fős csapatok versenyeznek egymással. Gulyás Ferencné intézményvezető elmondta, hogy fontos a rendezvény az óvodák életében. Nagyon-nagyon fontos az óvodások életében az egészséges életmódra nevelés, és ennek az egyik területe a mozgásfejlesztés. Itt a mai délutánon olyan kis ügyességi játékok kerülnek megszervezésre, amelyeket a hétköznapokban is játsszák, gyakorolják, szabad tevékenységben, udvari játékon, mozgásfejlesztés során az óvodákban. Most viszont itt a 9 csapatnak 9 helyszínen kell bemutatnia az ügyességét. Szólt arról is, hogy ugyan ez nem egy verseny, ám mégis tétje van. Hiszen a legügyesebb és a leggyorsabb csapat egy kupával térhet haza, és viselheti a címet egy éven keresztül. Ennek a délutánnak nagyon nagy hozadéka számunkra, és egy nagyon nagy öröm is számunkra, hogy nem csak a gyerekek, hanem a szülőkkel együtt játszanak a gyerekek itt a csapatokban, hiszen a csapatjáték is nagyon fontos, mert a mai világban az is nagyon-nagyon fontos már kisobodáskorban, hogy együtt tudnak játszani, egymás sikerének tudnak örülni, szurkolni tudnak egymásnak, segíteni tudják egymást, és ez a mozgásos tevékenységekben itt a ma délutánon biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon nagy hévvel és lendülettel fog megmutatkozni. A szülők is nagyon készültek a mai délutánra, hiszen erre az alkalomra 5-6-7 éves gyerekeket hozunk el, akik már iskola előtti időszakban vannak, és hát így erre a versenyre igazándiból egyszer juthat sor egy-egy gyermekre, hogy el tudjon jönni, és nagyon nagy öröm, akik ilyenkor a csapatokba kerülnek, hiszen a legügyesebbeket, a leggyorsabbakat válogatják ki az óvonénik, és hozzájuk csatlakoznak azok a szülők, akik szintén szeretnek mozogni, és most összemérik ők is a tudásukat. Igazándiból nem verseny, de azért mégiscsak van egyfajta verseny jellege is ennek a délutáni programnak, hiszen a végén egy kupával fog hazatérni az a csapat, akik a legrövidebb idő alatt teljesítik a feladatokat. Az idei évben immáron harmadjára a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodája nyerte el a serleget.
Új feldolgozó üzemet épített a karcagi ízek. Sikeres pályázatuknak köszönhetően mintegy 50 millió forintból építették meg az új üzemet, melyet most mutattak be a meghívott vendégeknek. A karcagi ízek üzemének az egyik tulajdonosa, Kovácsné Rózsa Edit elmondta, férjével 7 éve kezdték a lekvárokat, majd később a szörpöket készíteni. Eleinte helyi piacokon, vásárokon értékesítettek, majd üzletekben és vendéglátóhelyeken is. Sikeres pályázatuknak köszönhetően mintegy 50 millió forintból építették meg az új üzemet, melyet most mutattak be a meghívott vendégeknek. Körülbelül a 7. éve indultunk el, saját feleslegünket kezdtük el feldolgozni és aztán értékesíteni. Ez házi lekvárok, illetve szörpök formájában. És nyilván az évek alatt termőterületeinket növeltük, ezáltal nőtt a túltermelésünk, illetve az emberek, hogy egyre jobban megismerték a termékünket, egyre nagyobb lett a kereslet, és így időszerű volt, hogy bővítsünk, és ezzel a kis üzemmel próbálunk lépést tartani a kereslettel. Mindenképpen bővítjük a termékpalettánkat, most közel egy 25 féle szörpöt készítünk, illetve 54 féle lekvárt, de minden évben van valami új, amit kitalálunk, és próbáljuk színesíteni a termékpalettánkat. Most jelen pillanatban így ki tudjuk szolgálni a viszonteladóinkat, illetve a vásárlóinkat, de nyilván amennyiben szükséges lesz, akkor további bővítéseket, illetve létszámbővítést fogunk végrehajtani. Ketten a feleségemmel csináljuk, illetve egy munkavállalót tudtunk már az idei évtől fölvenni, májustól, és jövő évben pedig tovább szeretnénk bővíteni munkavállalóval a létszámunkat. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője azt kívánta a családnak, hogy kitartó munkával őrizzék meg ezeket a karcagi finomságokat kiváló minőségben. Bárhol van, megyünk a környéken, vásárokba, összejövetelekre, mindenhol lehet találkozni, akár a Tiszató partján, a szörpökkel, a büfékbe, kempingekben árulják ezeket a kitűnő italokat, és a lekvárokat nekem volt olyan kollégám évekkel ezelőtt, aki már mindig megbízott azzal, hogy vigyek cukormentes lekvárt neki Szolnokra. Én azt gondolom, hogy egyre többen ismerik, egyre többen kedvelik, és én azt gondolom, hogy az első számú, Tiszató első számú nyáru üdítő ital a karcagi ízek szörpjei. A gyermekeim is szeretik, én azt gondolom, hogy egészséges és finom. Az csak egy dolog, hogy fel kell dolgozni, annak jónak is kell lenni, mert hiába van egy jó minőségű gyümölcs. Az, hogy jó minőségű gyümölcsöt is meg kell termelni. Ebből a jó minőségű gyümölcsből jó minőségű és finom lekvárt és szörpöt kell készíteni. A karcagi ízek pont erre egy jó példa, hogy a jó alapanyagból, ha jó technológiával finomat tudnak készíteni, akkor van rá kereslet. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint öröm, amikor a városban egy olyan vállalkozás működik, amely karcagi földön termett gyümölcsöket dolgoz fel. A kormány vidékfejlesztési politikájának kézzelfogható eredménye az, amikor a gazdálkodói szellem a feldolgozásban testet öltő tudás az állami lehetőségekkel összekapcsolódik, és eredményeként élelmiszerfeldolgozó üzem jelenik meg a városban, illeszkedve a többi üzem sorába. Egy olyan beruházás valósul meg, amely igazán karcaginak tekinthető, hiszen karcagi földön termett gyümölcsöket dolgoz fel a Kovács család, egy korszerű üzemben és karcagi ízekként jelenik meg ez a termék a piacon. A vidékfejlesztési politikának azt hiszem, hogy egy jól látható, kézzelfogható eredménye ez, amikor a gazdálkodói szellem, a feldolgozásba testet öltő tudás és az állami lehetőségek összekapcsolódnak, és ennek az eredményeként egy újabb karcagi élelmiszer feldolgozó üzem jelent meg itt a városban, hiszen egy korábbi előzmény, egy a családi vállalkozás tulajdonában lévő kisebb feldolgozó után most tényleg üzemi méretekben készül majd minőségi, magyar, természetes, karcagi ennivaló. Illeszkedik ez egyébként abban a sorban, ami az elmúlt néhány évben a karcagi élelmiszeripar helyreállításaként is leírható. Hiszen, hogyha belegondolunk, hogy növényi olaj feldolgozó üzem készült el, és kezdte meg a működését. Utána pálinka főzde. Most legutóbb a karcagi malom került fel újra az ország térképére, a karcagi kukoricamalom szintén késztermékekkel, akkor ezt a sort erősíti a mostani fejlesztés is.
és én örülök annak, hogy ezek a termékek a magyar földnek a gyümölcsét jelentik, ezek a termékek közkedveltek a városban, és így, ha többet tudunk termelni belőle a saját gyümölcsös háttérre támaszkodva, a Kovács család többet tud bele termelni, akkor még több emberhez jut el itt a városban és a környéken egyaránt. Én is találkoztam kiállításokon, vásárokon, bemutatókon a termékekkel, ismerem is ezeket a szörpöket, lekvárokat, tényleg benne van itt a kunsági tálnak a íze, a kunsági tálnak az a potenciája, ami mutatja azt, hogy még milyen fejlesztési lehetőségeink vannak. Hiszen Karcagon a kertkultúra, az átkertek több száz éves múltra tekintenek vissza, nem is véletlen, hogy a legszebb konyhakertek mozgalom is innen indult, és ma ez a kertkultúra bizonyít, hiszen saját ültetvényre, saját gyümölcsösre támaszkodva lehet előállítani jó minőségű élelmiszereket. És azért van még tartalék, hiszen vannak további területek, és vannak még olyan termékek is, amelyek bizony, hogy akár a kedves vendéglátóinkat inspirálják, akár olyanokat, akik megtalálnak bizonyos termékeket, minőségi úgynevezett résztermékeket, amelyekre szüksége van a fogyasztóknak, a vásárlóknak, amelyek akár az egészséges táplálkozás, akár a hagyományőrző életmód és receptúrák fennmaradása szempontjából, a kunság és a magyar konyha szempontjából egyaránt ígéretesek. Dobos László polgármester szerint a Kovács család története igazi sikertörténet, hiszen házi lekvár és szörfőzésből lettek komoly családi üzemi vállalkozás, ami példa lehet mások előtt is. Azért nem volt ez az út olyan könnyű, míg idáig eljutottak, hiszen valóban egy kicsi üzemből, gyakorlatilag egy házi főzésből indult a történet, és itt láthatjuk a mögöttünk, mellettünk lévő részeken, hogy egy komoly családi üzemé fejlődött ez a vállalkozás. És azt is tudom nagyon jól, hiszen ifjabb Kovács Lajos többször megkeresett ilyen-olyan problémák leküzdésével, mondjuk itt a telkek összevonásától kezdődően az út kialakításáig, sok mindennel, ami bizony nem könnyítette a vállalkozás beindítását. De hát minden ilyen történet rögös úton halad előre, de megvolt bennük az a kemény kun akarat, ami odáig repítette őket, hogy elkészült a mű, és várhatóan ez tovább folytatódik. Nem könnyű dolog, én a bátorságukat mindenképpen, és az akaratukat, az elszántságukat mindenképpen kiemelem, és példaként állítom mindenki elé, hiszen hogyha valaki egy jó dolgot eltervez, aminek látja hasznát, hiszen valóban ők sok helyen, a legkülönbözőbb kiállításokon, legkülönbözőbb vendéglátó helyeken ezeket az árukat sikerrel terjesztették, akkor folytatni kell ezt tovább. Egyre népszerűbb Magyarországon is az elektromos roller, városunkban is megjelent már. Az elektromos rollerrel akár 75 km/h is szágoldozhat a tulajdonosa. Az elektromos rollerek Magyarországon jelenleg nem minősülnek járműnek. Ezért a használóját gyalogosnak tekintik, miközben egyes rollerek akár óránként 75 kilométeres sebességre képesek. Az e-rollerekre vonatkozó szabályok országonként változóak. Németországban például 20, Spanyolországban 25 km/h lehet velük közlekedni. Sok helyen korhoz kötött, és a sisak viselése is kötelező. Jogosítványhoz és biztosításhoz kellene kötni az elektromos rollerek használatát, jelentette ki Szatmári Margit Gergely jogi szakértő közleményében. Hozzátette, Magyarország több ország példája alapján alakíthatja ki saját szabályozását. A szakértő szerint azonban közös uniós szabályozásra is szükség lenne. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!